Furcsa egyvelege lesz a következő film egy Győzike show-nak és egy Kusturica filmnek. Egy különleges intézménybe, ha lehet ezt a szót használni, nyernek most egyedülálló betekintést. Megválasztása és megkoronázása óta először nyilatkozik a cigány király. Kannala Sándor a becsületes neve, de nem ezt a nevet használja, Patti Gyusziként ismeri őt a cigányság. Gyuszinak, ha szabad így neveznem a királyt, nagy tervei vannak. Egyetemeket akar, és a legnagyobb álma, hogy felzárkóztassa a cigányságot. A pillanat, amikor Patti Gyuszi már nem csak Heves megye vajdája, hanem a cigány király is lett egyben. Mindenki szeretettel fogadok, bár akár ki legyen. Jó napot, megérkeztünk a heti naplótól. Gyuszi nem egy palotában, hanem egy étteremben fogadott bennünket. Gyorsan kiderült, hogy nem hiába, itt él a családjával. Már több mint 40 éve. Ezt így elhúzom, ha lehetne, mert ugyanígy megvan még minden, majd valamikor a családom, a fiam vagy a lányom majd újból befogja ezeket üzemeltetni. Üzemeltez valamikor? Persze, tehát öt évig. Igen? Igen, a feleségem üzletvezető, én mint tulajdonos, együtt volt az egész család. Mehetünk tovább. Na, ez volt itt a bár helység. Még mindig, hát most még mindig ilyen, de hát... Itt bulik is voltak? Hát persze. Nagy ilyen, bulik voltak itt? Ilyen napon nyitva voltunk. Igen? Jó volt. Ilyen napon? A Izé is itt volt, a Fecó. Itt énekeltek, akkor a Somától kezdve. Nagyon sok ember, ha megvan nekük a könyvük, bele van írva a nevük, még minden, csak most nem tudom, hogy hol van. Kapcsold már fel a villany. Ez volt a konyha. Ez volt a konyha. Egy ilyen konyha volt ez. A bútorok ön választotta? Hát a bútorok nem volt, hát ez konyha volt, ez ele volt csempézve. A ház maga egyébként több száz négyzetméter, de csak az alsó szintet szerette volna megmutatni nekünk a király. Azt mondta, fent rendetlenség van, és ő nem bírja elviselni a kuplerájt, vendégeknek meg pláne nem szereti megmutatni. Úgyhogy visszamentünk az étkezőbe, és még mielőtt leültünk, bemutatta nekem a családot. Ő a fiam, Tutu nevezető, így hívják, hogy Tutu. Tutu, ő a fia. Ő a legkisebb lányom, Maminka. Ő a két gyereke. Csak most elvált az urátú, egyedül él, hogy tudja mindenki. Jöhetnek a kérők, nincs gond, nincs probléma. Szintén ő a legöregebb lányom, úgy hívják, hogy Manó. De Szilvia. Hát mi nálunk becenevek vannak. A királynak felesége is van, de ő most Siófokon van. Van egy kis panziójuk, amivel hát ilyenkor nyáron, csúcsszezonban elég sokat ennivaló. Na meg azt is megtudtam, hogy Gyuszi szerette a bulikat, és a nőket sem vetette meg, így aztán több helyről is született gyereke. Végre leültünk és beszélgetni kezdtünk, hiszen már alig vártam, hogy megtudjam, mégis ki az a Patti Gyuszi, és egyáltalán hogyan lett ő Patti Gyuszi. Hú, micsoda lakomával készültek nekünk, köszönjük! A királyi családnál sose jöhet úgy vendég, hogy üres hassal távozik. Hát, nekünk sem sikerült. 15 éves koromtól a bányába dolgoztam, vízhordó voltam, és 40 éves munkaviszonyomban. Hát, gyere már, Manó, légy szíves, majd addig beszélgetünk, nézd meg. Én ezelőtt is Heves megyének a vajdája voltam, megválasztottak. 2007-ben, ezt tessék megnézni. Már akkor hogyan is. Lett ön Patti Gyuszi? Mert az apukámot így hívták Patti, és amikor apukám elment, Gyuszi nagyon sok van, de Patti Gyuszi egy van, és ebben viszem az ő nevét is magammal a túlvilág. Gyuszinak már nem csak a nagyapja, hanem az apja is király volt. Lovakkal foglalkozott, így ő lett a lovak királya. 2006-ban hunyt el.
Mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, Gyuszi úgy gondolta, fontosabb, hogy kimenjünk a temetőbe, ugyanis mindenáron meg szerette volna mutatni nekünk a szülei sírhelyét. Eleinte nem értettem, miért olyan fontos ez, de azt hiszem, mindjárt önök is megértik. Kocsival vannak? Igen, igen. Majd igen. Megyünk előre, jó? Én soha senkit nem szerettem, de a szívemet eltem el. 2006-ban apukám elment közülünk, anyukám is itt van, nagyapám is itt van, és ezt az építményt építettem nekük, mert ők megérdemelték ezt. Itt ez 2007-ben. Igen, ez itt van. Ó, itt van. Anyám kérését teljesítettem. Fiat Pati Gyuszi. Igen, igen, igen. Uh-huh. Ezt így nyitottam ki, igen. Amit ők sajnos itt hagytak, meg értem tettek a családomé, ezt nekük ezt építettem, ahogy család. Most itt van. No, hát itt van a anyukám, itt van apukám. Itt van a nővérem. Hát ez ilyen kriptaszerűség. Ahogy sétálunk kifelé a temetőből, látom a család fönn, hogy ez a sírhely, vagyis inkább erődítmény, hihetetlen fontos a számára. Ha a teheti, minden nap kijár ide, és úgy gondozza, mint a legféltettebb kincsét. Na de vissza a királyi lakba, most már Gyuszi szerint is nyugodtan folytathatjuk a beszélgetést. Ugye itt hagytuk abba. A Gyuszi nagyon sok van, de Pati Gyuszi egy van, és ebben viszem az ő nevét is magammal a túlvilág. Hát igen, ez egy kép, ilyen voltam, király voltam valamikor. Ó, megnézheted? Meg lehet nézni. Amikor mentem a városba, neked is. Jön a király. Pati Gyuszi vízhordóként kezdte, 40 évig dolgozott. Hol a bányában, hol vendéglátósként sokféle munkát vállalt. Aztán vízhordóból 70 éves korára király lett. Mindig dolgoztam, becsületes vagyok. Ugyanúgy az egész országban. Nekem a múltom tiszta, a cigányok felem nagyon, mert ahogy mondtam, la crisa quero, azt jelenti a legokosabbak az országban vagyunk, vagy 15-en, 15 a cigányok között, az nagyon-nagyon nagy név, ha valakit kiválasztanak. Ha pedig valakit kiválasztanak, főleg ha nem csak a 15 fős úgynevezett bizottságba, hanem királynak is, annak komoly felelőssége is van. A cigány király választás persze nem úgy történik, mint egy normális választás. Vannak az országban a cigány vajdák, ezen felül pedig 15 olyan ember, akik tulajdonképpen bármiben dönthetnek. Általában közülük választják ki a királyt szóban, mert hogy náluk a szó többet ér a leírtaknál. Nagy tisztelet ez rám tekintettel, mert ők is tudják, hát azért király nem mindenki lehet az országban. Pati Gyuszi kimondottan arra tette fel az életét, hogy a cigányságot valamilyen formában segítse. Eljött az az idő, 70 évesen, amikor megválasztottuk őt, úgymond királynak. Ez a királyság eszméletlenül nagy felelősség. A 70 éves családfő szeretne iskolákat és egyetemeket létrehozni a hátrányos helyzetű gyerekeknek, és szeretné megszüntetni az iskolai szegregációt is. Egy királynak eszméletlen nagy jogai vannak. A cigány társadalomban eszméletlen komoly döntéseket hozhat. Például, akik nem megfelelően viselkednek, teszem, lopnak, hazudnak, csalnak, tehát bűnözésből élnek, ő, mint király, ezt akár meg is állíthatja. Köszönjük. Tessék, menjünk! Kíváncsi lettem a szüleire, így megkértem, hogy mutasson nekem pár családi fotót. Szinte az összes kint van a falon. Itt van apukám, ott vagyok én a pirosinkben, ezek a rokonok, ott szintén ott, a ott van az asszony, szőke ott. Mulatás volt. Igen, igen, ott. Itt voltam 60 éves a fehér öltönyben. Micsoda buli volt. Apukám ott van a két öcsémmel. A lovas király. A lovas, igen.
sokan kérnek segítséget öntől? Hát sokan jönnek tőlem kölcsön kérni, igen. Segítséget. Már segítséget. Szóban is. Néha kell egy kis segítség abba is, amivel tudok, ahol kell olyan dolgok kerülnek össze. Jaj, menjünk a Pati Gyuszinál, majd ő el fogja dönteni. És Pati Gyuszi nem csak segítségnyújtásban dönt, hanem komoly dolgokban is. A 15 fős bizottsággal együtt járják az országot, és olyan szinten bíznak bennük az emberek, hogy eszük ágában sincs bíróságra vinni szinte semmilyen ügyet, mert bíróság helyett megvárják Gyusziékat, akik azonnal rendet tesznek, és amit mondanak, az 10-ből 10 esetben úgy is lesz. Legalábbis szerintük, mert a szavuk, főleg a király szava, szent. Fótra kell mennem, mert van most megint egy ilyen krízó, összeegyőbünk az okos emberek, valakinek el kell dontani, hogy igaza van, vagy nincs igaza. Már a temető felé vezető úton is feltűnt, milyen furcsa, hogy egy cigány király nem egy vadi új luxusautóval járkál. Na meg ugye, nem is egy kacsalábon forgó palotában él. Egy a lényeg, az egészségem jó, lekopogom, és a családom jó, engem ez érdekel. Mindig van egy szelet kenyér az asztalon, a gyerekeim ne legyenek betegek, kívánom az egész országnak, a cigányoknak, nem csak az országnak, ami a bolygón létezik, cigány, magyar, mindenkinek örömet és boldogságot kívánok. Jelenleg az a helyzet állt elő, hogy Magyarországnak két cigány királya van. Egy Győrben, egy pedig itt Gyöngyösön, Pati Gyuszi, ugye, akit megismerhettek. Az országnak viszont két királya nem lehet, úgyhogy októberben fog eldőlni, hogy ki lesz Magyarország tényleges cigány királya. A Heti Naplóban Török Réka riportját látták. Tehát októberben összecsap a győri és a gyöngyösi cigány király. Mi mindenképpen ott leszünk, érdekelnek minket nagyon az ilyen sztorik, és hajrá, Pati Gyuszi!